Na, sziasztok! Ez most egy ilyen tutorial videó lesz, mert egy múlt héten egy ilyen blog találkozón felmerült, nem mondom meg, hogy ki szervezte a blog találkozót, mert nem biztos, hogy örülne neki, meg nem kérdezte meg tőle, hogy ez lehet-e, de csak egy témaként felmerült, hogy ugye van ez a kis akciókamera, hasonló, mint ami nekem is van, ez az esélyem 4000, hogy jó kis kamera, meg kicsi is, meg elfér kézzel, meg minden oké vele. Csak a fehér egyensúlyt, főleg gyenge fényviszonyoknál, így éjszaka, meg olyan helyeken, mint például egy metróállomás, így nehezen tudja belőni, és akkor ilyen semmilyen lesz a kép, meg hogy nagyon ilyen a fehér egyensúlyt nem állítja be. És hogy ezt helyre lehet ám hozni, mondjuk olyan Sony Vegas-szal, és akkor most akkor azt megmutatnám, hogy kell csinálni. Nem bonyolult egyébként, tehát itt van még maga a videó, most így, most ide válaszoltam egy metrósat. Ezen még nem nincs annyira elbaszva a fehér egyensúly, mint egyébként. Ugye, elszokta, és akkor ez a lényeg, hogy a videó betöltve, rajta van a videó tracken, videósávon, és van ez a gomb, ez az Event FX. Ezt kiválasztjuk, és itt már hozzá is van adva a White Balance, de mondjuk vegyük úgy, hogy nincs, tehát ezt még leszedjük, kitöröljük. De, jó. Akkor nem tudjuk ki, akkor ez itt van. De egyébként ezt így hozzá lehet adni a listából. Lehetne. Ja igen, itt innen, tehát hogyha... Ja igen, így kivesszük, tehát vegyük úgy, hogy nincs itt semmi. Oké, tehát a szokásos dolgok mellett plugin, contain, rámész, és ez egy beépített plugin a Sony Vegas-ba, a Sony-é. És hát jó, biztos van külsős is, vagy akármi, ami jobb, de... Nekünk a szokadásen megfelel, tehát white balance, és annyit kell csinálni. Rámjunk ide egy set white color, és rábökünk a videóra egy szürke, vagy akár fehér, ami lehetőleg szürke, tehát még nézzük meg ezt, hogy ez nagyjából még akár jó is lenne. Ja, lefagytál, picinyában, mi történt veled? Tehát rábökünk valamire, ami... Mondjuk úgy, hogy fedett, még erre rábökünk, akkor ez nem lesz jó, mert ugye látjátok, hogy az kék, de mondjuk a biztonsági csík, a biztonsági sáv az mondjuk szürke. Vagy ott van még ez az autó, ez fehér. Tehát így már viszonylag azért jól beállította. És igazából ennyi. Nincs is vele más probléma. Az egész videón a hatóköre megvan. Tehát annyi, mert ugye, hogyha azt csinálod, mert ugye, hogyha többfelé vágod a videót, akkor erre már nem lesz érvényes. Meg ennél külön lehet white balance-et állítani, és akkor azt már ugye arra veszi be. Ugye? Na, tessék, most megmutattam. Jó, picit lassú a gépem, megint. Hogy akkor most ez így... Ez a jól elbaszott, na, ne uráljál már, te állat itt kifele. Tehát lehet mondani, hogy akkor itt átállította. Tehát ennyi a videón átállítottam. Ja, csak nem mentettem el, de mindegy, tehát ez így működik, hogy akkor egy másiknál meg ilyen lakatot külön. Tehát jó, de azt tudja mindenki, hogy az S gombbal lehet kettézni, vagy ilyen snittekre vágna videót, és akkor látjátok, hogy teljesen más a fehér egyensúlyi beállítás. És akkor az nem jó, tehát így maradt. Tehát hogyha változik mondjuk a fényviszony, vagy bármi, akkor is be lehet ugye külön-külön a fehér egyensúlyt állítani, úgy, hogy jó legyen. És nem lesz ebből probléma. Vagy, és bárhol a videóba, tehát mondjuk lehet így is csinálni, hogy azt mondod, hogy nem találtál fehéret a videóban, ami beállíthatod, akkor semmi probléma. Elment a metró, ott van a fehér szín. Ráböksz, és rájössz, hogy ez így nem lesz jó. Keresel valamit, ami fehérebb. Vagy még keresel egy szürkét, mert általában ott állítja be jól. És akkor így ezzel lehet kísérletezni. És így be lehet a fehér egyensúlyt állítani, aztán vagy sikerül, vagy nem.
Jó, most egy picit lassú is a gép, mert fut még egy másik rendelés is, ami visszafogja, de a lényeget megmutattam, hát ez így működik, ezt így kell csinálni. Ez egy ilyen gyors tápoló Sonylag a tutorial volt, sziasztok, akkor most itt el is köszönök.